Tisztelettel köszönöm a maradék nézősereget. Igazság szerint ugye, ahogy Papp Gergely Ibrahim baba mondta az imént, ennek az egész saját előadásnak lényegében több célja is van. Nem célnak tudom megfogom ezt, hogy egy átfogó képet adjak, vagy egy részletes elemzést a huszárság létrejöttéről. Néhány kérdés van, amelyet jó újra föltenni, illetve hát a témát felmelegíteni. Igazság szerint ezek a kérdések jó részt megválaszoltak már, tehát megválaszolt stáció vannak mondjuk így, hogy mi lehet a huszárságnak, a formálásnak a néhány fontos csomópontja például. Minden esetre nem baj, hogyha a meglepetés, illetve hát a lengyel hagyományőrző kollégák jött előtt egy picit ezt az egészet a török hódoltság és magyar vonalról is megvilágítjuk. A lényeg ugye hát huszárság létre kialakulása, ez egy hatalmas vita és egy hatalmas probléma Magyarországon, mint sok minden más téma is, hogy miért probléma, az mindjárt következik. Egyelőre ott maradunk, hogy mi a kiinduló pont. Hát nyilvánvalóan van egy török terjeszkedés, amelyik ugye hát elég aktív formában szembesíti a magyar királyságot azzal, hogy valamit csinálni kell a török hódítók haderejével szemben, amelyik hát láthatólag sokkal-sokkal erősebb lesz lépésről lépésre, évről évre, mint a miénk mondjuk így. Tehát erre ki kell találni valamit, ami hát, hogy mondjam, valamilyen szinten feladja a leckét a magyar királyság vezetésének. Mit tudunk alkalmazni ellenük, akik hát láthatólag jól nyomják ezt a bizonyos lovasi jászatot, van neki minden más is abban a korszakban, tehát már zsoldos hadseregük, illetve hát egy olyan, hogy mondjam, vértes lovasságok, amelyekkel szemben fel kell venni a kihívást, a versenyt. Az a szerencse, hogy ebben a korszakban nyilván megvannak azok a lovas alakulatok úgy a magyar királyság, mint a Balkán területén, amiből lehet építkezni, és hát igazából a vita tárgyát ez a bizonyos kérdés adja, hogy akkor miből jön létre a huszárság Magyarországon, és miből jön létre másutt, ha lehet így elővezetni a lengyel témát egy picit megelőgezve a utána következő előadást, hogy milyen problémákkal szembesül a kutatás. Ugye hát itt van egy olyan prominens figurája a magyar huszárságnak, amelyik, aki gyakorló módon vett részt az utolsó huszárrohamban a világháborúban, ő Nagy Kálmán, aki mint ezres ugye ment nyugdíjba, de abban a korszakban százosként vezette az utolsó huszárrohamot az orosz fronton, illetve hát már Magyarországon. Az a lényeg, hogy nem idézem szó szerint őt, de jól jelzi az ő által képviselt vélemény azt, hogy mi nem lehetett a huszár eredete. Ugye az kizárható, hogy a szerb rabló népség szavaiból, illetve a guszár szóból építjük fel a mi úgymond legdicsőbb csapatnemünket, mert hogy a magyar nemesség biztos, hogy nem tőlük vette át, ez egyszerűen elképzelhetetlen, fogalmaz ő. Nyilvánvaló, hogy fejet hajtunk az ő emberi nagysága előtt, viszont a kutatás nem segíti az álláspont, ami hát, hogy mondjam, közös benne is, és közös abban a vitában, amelyik már a 19. század végén, aztán pedig a 30-as években, múlt században újra begyűrűzött, hogy akkor a huszárság eredete az vajon magyar-e, vagy pedig valami más? Ez itt a kérdés, és hát ezzel az egész problémával várni kellett a 90-es évekig, amikor egy új, modern szemléletmód kezdett jelentkezni Magyarországon is. Itt látok egy könyvborítót. Bélszabó János az, aki, mint hadtörténész, jelentkezett most már idős szóval szűk tízesztendeje, ezzel a kötettel, amit most idén tett teljessé, amikor a teljes Árpád-kori, illetve középkori magyar lovasságot hát végigvitte a kezdeti, ugye honvaló korszaktól egész a 16. századi hadügyi reform időszakáig. Na most a módszertan nyilván sokat fejlődött, változott, és hát kizárt azt a fajta patetikus nemzeti felhangot, amelyik hát jellemezte például Nagy Kálmánnak a sorait is. A lényeg az, hogy nyilván megnézi a továbbélő hagyományos harci kultúrát nálunk, illetve a szomszéd területeken. Az egyik kiinduló pont az ez a kutatásban. Hát azután ugye a kortárs lovas alakzatok is hát megvizsgálandók ilyen szempontból, és hát azt se kell elfelejteni, vagy szabad elfelejteni, hogy a Balkán félszigeten ugyanúgy, mint nálunk, megvan az a fajta lovasnomád hagyomány, amit például a kunok képviselnek ott is. Ez kevésbé ismert történet, de ha egy macedón várost említünk, Kumanovót, akkor tudjuk azt, hogy ez a nomád népesség ott is nyomot hagyott, tehát befolyásolja az ottani harci kultúrát. Írott források, ikonográfia nagyon fontos. Az a probléma az egésszel, hogy rendkívül sok elnevezés, egymásnak ellentmondó adat van mind a kétféle forráscsoport tekintetében, tehát az embernek ott kell lenni a szerem, mondjuk így, ha ezekben rendet kíván tenni.
És itt jön B. Szabónak és néhány kollégának, például Veszmény Lászlónak az ötlete, hogy akkor vonjunk be a kutatásba analógiákat, tehát más európai, vagy akár nem európai kultúrtájak tanulságait, mert ebből lehet valamit hozzátenni a nagy kérdéshez, hogy a húszárság hogyan alakul, és hogyan formálódik. Hogy mondjam, ha már analógiák, akkor magam témája 2 évvel ezelőtt egy kozák ügy volt. Egyértelmű az, hogy ha van egy olyan mondjuk szakszavunk, amit katonai kultúrcsereként tudunk kimondani, akkor van néhány olyan példánk Európa peremvidékéről, vagy akár más kontinenskről is, ahol az egymás mellett élők harci kultúrák egymástól tanulnak és veszik át a harcászat és hadászat elemeit, illetve a teljes kelléktárat. Hát ami itt látnak, ugye a 2005 adásban már egyszer megtekintették, itt vannak moldvai, litván és krími tatár, mint orosz, hogy mondjam, harci ruhát viselő katona emberek, vagy akár csak nemesek, nem tudjuk, minden esetre ezek nyugati ábrázolások, az az úriember, aki ezt elkövette, az közöttük is járt, úgyhogy reálisnak tartható ez a bizonyos forráscsoport. Azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz elsőre megmondani, hogy melyik oldalon áll ezekben a, hogy mondjam, viseletekben. De ha elhagynánk mondjuk Kelet-Európát és az ottani kultúrcsere zónáit, ami, ahogy mondtam, Litvániától tart a Fekete-tengerig, akkor mehetünk messzebbre is, az Ibériai félszigetre, ahol ugyanez megtörténik, kicsit korábban, mint ugye a hódolcsak időszaka, de ott a Reconquista idején azzal a ténnyel szembesülünk, hogy egész egyszerűen nem lehet megmondani azt, hogy a szemben álló muszlim és keresztény seregekben ki kicsoda. Ugyanaz a népesség harcol, és vált ruhát, vált vallást időnként, tehát egymásra hat a két kultúra. Több száz éven keresztül pont ezt a helyzetet látjuk Magyarország és a Balkán vonalán is a huszársággal kapcsolatban. Itt ugye vannak olyan szakszak, én ebből írtam annó doktorimat, tehát ebben igazán otthon, ebben a témában. Ez a Caballero Villano, ott fönt a bal sarokban látható úriember rekonstrukciós ábrázolás. Ő az az arc, aki igazából annyit tud tenni, hogy egy lovat eltart valahogyan a maga föld területéről, és minden holmiát megszerzi a határ túloldalán folytatott zsákmányszerző portjából. Tehát a felszése az andalusz, tehát muszlim oldalról való. Ő azonban keresztény, és hát a kasztíliai, leóni, vagy éppen portugál királyokat szolgálja, úgyhogy egyfajta ilyen határvidéki katona elemként definálható. Ahogy ez megvan, mint ahogy mondottam, nem csak ott, hanem számos más pontján, számos más zónának a európai kontinensnek. Úgyhogy ez egy jó tanulság. Most, ha azt nézzük, hogy milyen kérdések tehetők fel a huszárság kialakulására visszatérve, akkor nyilvánvaló itt a balkáni eredet, illetve a balkáni előképeket kell megvizsgálni. Kérdés az, hogy mit tanulhatott, vagy mit vehetett át kölcsönösen egymástól a két, mondjuk földrajzi régió katona népsége, aktuálisan a magyar a balkánitól, hiszen a török terjeszkedés iránya az nyilvánvalóan délről északnak tartott. Azután van-e olyan csomópont, vagy olyan megfogható időszakok, esetleg események, amelyek azt mondhatják nekünk, hogy innentől kezdve huszár a huszár, és nem valami más? Ez is kérdésre merült fel úgy B. Szabó, mint a többi kutató, nem csak magyar műveiben, úgyhogy ott tartunk most, hogy vannak kérdések, vannak válaszok, és ebből kell építkezdünk. Az is lehet, hogy igazából minden kérdés van már valamilyen válasz, minden esetre egyfajta ilyen fölmelegítésre nagyon jó ez a kérdéssor, amit érdemes megnézni. Hát nézzük azt, hogy milyen katona elemekből tud táplálkozni, vagy milyen előképekkel rendelkezik ez a bizonyos huszár nevű csapatnem. Hát több ilyen jön számításba úgy a Balkánon, mint másutt is. Ugye ez bizonyos fretrarias, vagyis tegzes harci egység, amelyiket korábban azzal bizonyos telek katonassággal azonosítottak Magyarországon, amelyik végül is hát vagy volt, vagy nem volt, vagy nem sikeresen lett felállítva. Ezek már 1260 óta lovasíjász katonaként vannak dokumentálva Magyarországon, tehát egy ok arra, ami megcáfolja a korábbi huszárkutatás egyik elméletet is, hogy Magyarországon megszűnik a lovasíjász harcászat. Nem. A 16. században van nyoma annak, hogy ismét egyfajta reneszánsz éli ez a bizonyos harcmodor. Úgyhogy az egyik olyan, mondjuk, hogy faktor, amely a huszárságnak a
kialakulását segíti, az az, hogy van egy olyan könnyűlovasnak definiált katona népesség Magyarországon, hogy képes ezt a taktikát minden gond nélkül átvenni. Már a 10. századtól vannak úgynevezett koszáriosz alakulatok a bizánci haderő soraiban, ami hát egy nyilván klasszikus gyakorlat, hogy ők az ellenfeléket próbálják azzal, mit mondjak, legyőzni, hogy a hozzá hasonló harcmodor katonáit alkalmazzák zsoldosként. Ez a koszáriosz lehet a huszár szónak a származéka, illetve az elődje, mert hogy a húsz meg hasonló hát, elnevezések azok eléggé bizonytalanok, és hát nem állják ki a nyelvészet meg hasonló ügyek próbáját. A koszáriuszból tudjuk levezetni jelen pillanatban a huszár szónak az eredeti formáját. Tehát Bizánc, illetve a Balkán félsziget az, amelyik itt képbe jön, mint alapvető formálási régió vagy terület ebben a kérdésben. És aztán felbukkan az a lovas csapat, nem, ha így lehet őket definiálni, amelyik elég hamar átkerül Nyugat-Európába, már a 15. században van említés róluk, a Fornovói csata, a franciák is felfigyelnek rájuk, ők azok a stratiotes lovasok, stratioti vagy stradioti utána olasz nyelven, akik rémesen hasonlóak a későbbi, vagy akár kortárs első huszár ábrázolások tagjaihoz. Itt láthatók albán, illetve görög stratiotes lovasok. Azt kell mondjam, hogy minden attribútumuk megvan, amelyik a korai huszár ábrázolásokat mutatja. Ezek olyan lovasok voltak, akik kifejezetten a bizánci nyilván megszűnő államiság haderében szolgáltak, és egyfajta átmenetet képeztek később nem túl okosan, könnyű és nehéz lovasnak definiált csapatnemek között. Tehát ez egy létező olyan formáció volt, amelyik akár lehetett kiinduló pontja vagy előképe a huszárságnak. Az a furcsa bennük, hogy tovább élnek. A 18. századig van stratiotes ábrázolás, akár a francia, vagy a spanyol, vagy az angol területekről is. Úgyhogy talán nem nagy merészség azt mondani, hogy a huszárság az tehát belülük alakul ki és ágazik le, és ha úgy tetszik, elnyomja az ő, hogy mondjam, szerepüket később, mert hogy fontosabb lesz egy számos ország haderejében. Tehát stratiotes az egykori bizánci területekről, a balkáni török terjeszkedés, hogy úgy mondjam, útjában álló lovasokról beszélünk, akiknek a technikájából vagy éppenséggel a felszereléséből maguk az oszmánok is tanultak. Ez az új megalapítás. Ugye a helyzet az, hogy van egy ilyen nagyon sommás és nagyon közkedvelt megalapítás, miszerint a huszárság kialakulását ugyebár a török harcászat egyes alakulatai motiválták. Tehát magyarul ebből az jöhet, hogy a spáhik néven ismert török lovasság lenne a tanító mestere a huszároknak. Úgy tűnik, hogy a mostani kutatás álláspontja szerint nem így van, hanem pont a török haderő is azoktól a balkáni előképektől tanult, amelyekből mi is vettük a huszárság alapjait. Innentől kezdve, ahogy Bészabó is mondja, az első magyar végvár vonal időszakában, tehát a 15. század eleje közepe időszakáig, mind a két haderő, magyar királyság és török szultánság katonái hát ugyanazon technikával álltak szembe egymással. Aztán, ahogy ez a hódítás ugye tovább folytatódik már magyar területeken, azt lehet mondani, hogy az etnikum, ha ez fontos, attól tartok, hogy kicsit sem, hiszen a szerb rablók azok nagyon-nagyon kiváló magyar huszárokká váltak, ha egy Bekics Györgyöt említünk példaként, akkor azt lehet mondani, hogy így érthető, hogy miért lesz a 16. századtól magyar etnikumú a huszárság. Hát azért, mert a Balkán az spáhivá válik. Ez egy egyszerű képlet, még akkor is, ha kicsit leegyszerűsíti a helyzetet. Minden esetre úgy tűnik, hogy nem a török direkt hatás az, ami számít, hanem az, hogy mit talál mind a két úgymond szemben álló kultúra és harci műveltség a Balkán félsziget határterületén. Úgyhogy ez egy lépcsőfok, egyfajta előszoba, amit a lengyel kollégák is megerősítenek. Gyorsan tovább szágodunk, mert megy az idő. Itt van egy ábrázolás korszakos nyugati, illetve helyi ikonográfiából, ahol látható az, hogy milyen fegyverzettel rendelkeznek a huszárok a 16. századig. Azt jól tudjuk, hogy 1580-ig tartják meg azt a bizonyos stratiotészre is jellemző
eszközkészletet, ami a kopjában és a pajzsban nyilvánul meg. A pajzsnak az a perforációi, mondjuk így, amelyik a kopja tartására szolgál, később eltűnik. Minden esetre ez a bizonyos felszereltség változik meg a 16. század második felében, mikor egy nyilvánvalóan az európai hadügyi reform kapcsán egy váltás történik, és a huszár arculata az elnyeri azt a külsőt, ami a szálfegyverek mellett, illetve helyett már a szabjára, aztán később a lőfegyverre koncentrál, és ilyen formán megtartja az arculatát még sok száz éven keresztül. És hogy tényleg direkt felvezessem a következő néhány perc, vagy inkább szűk óra vendég elődőjét, itt látod ilyen ábrázolást az 1514-ben a moszkvaiak, illetve a lengyelek között vívott orsai csatáról. Ennek néhány részlete egy bizonyos Hans Krell nevű német festő műve, ha igaz ez az állítás, mutat olyan huszárokat, akik már lengyelek, viszont őrzik ezt a bizonyos balkáninak tartható, úgymond eszközkészletet. Ne felejtsük, ez még a 16. század, és úgy tűnik, hogy belérik abba a korszakba, amikor a huszár lesz a közös dinasztiánk, a Jagellóház időszaka alatt. Pészabó János azt mondja, hogy egy csapat rác, azaz szerb, úgymond lovas, része lett a magyar királyi aulának, tehát a királyi udvar belső körének, és ott történik meg az a váltás, miszerint a huszár az könnyebb fegyverzetű lesz, mint az akkor elitnek számító nehéz páncélos lovasság. Ezek a képek láthatók, ezek az arcok láthatók, vagy alakulatok láthatók itt Hans Krell festményén 1514-ből. Én nekem a következőkben az lesz a kérdésem majd a lengyel vendégektől, hogy ők ezt hogyan látják. Mi az a bizonyos momentum ő általuk, az ő tudásuk szerint, ami azt mondja, hogy a huszárság náluk önálló vagy sajátos arcot a bíró csapatnemé válik, mert tudjuk azt, hogy a végpont ugye a szárnyas huszár, amelyik egy sokkal nehezebb fegyverzetű lovas katona, mint a mi huszárunk a adott korszakban. És ezzel köszönöm meg a figyelmüket, ez volt a felvezető a itt mondjuk konkrét csúcspontja előtt, amikor jönnek a lengyelek, megfelelő egyes ritmusban. Most cselünk egy pendrive-ot, és próbálunk felkészülni arra, hogy ők ezt előadják, amit tudnak. Köszönjük szépen még egyszer!